Június 9-én közös sajtótájékoztatót tartott a 16. kerületben található Magtár utcánál Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, azon kerületi polgármesterekkel egyetemben, akiktől Karácsony Gergely főpolgármester 2023-ig megvonta az útfelújításokra szánt forrásokat. A helyszínen jelen volt Kovács Péter, a 16. kerület, és Borbé Lénárd, a 21. kerület polgármestere. Részt vett továbbá az eseményen Horváth Tamás, Rákosmente város vezetője is, aki köszönetét fejezte ki azért a 2,1 milliárd forintos kabinet által nyújtott támogatásért, amelynek segítségével megépülhet a Vidor utca meghosszabbítása, ami összeköttetést fog majd teremteni a Cinkotai és Keresztúri út között, tehermentesítve ezzel a Rákoskeresztúrra nehezedő, nagy mennyiségű autós és kamionos forgalmat. Június 8-án az országgyűlés elfogadta a 2022-es központi költségvetést. Ennek fontos részét képezi az a 8,7 milliárd forintos összeg, amelyet a kabinet a fővárosi kerületek úthálózatának fejlesztésére biztosít. A kormányzat részéről Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, az elmúlt 3 év során összességében 20 milliárd forinttal támogatták az ilyen irányú projekteket. Most itt politikai alapom a 16., a 17., illetve a 21. kerület útjait, a útfelújításait a főpolgármester úr teljes egészében kihúzta, és ezért ezek az útszakaszok nem újulhatnának meg. A főváros támogatásának hiányában a kerületek kormányzati támogatásra szorulnak, ezért a jelenlegi útfelújítási programban, a most megjelenő kormányhatározatban a kormány 8,7 milliárd forintot biztosít budapesti útfelújításokra. Ezek pontosan azok az útfelújítások, amelyeket korábban politikai hovatartozásra való tekintet nélkül a fővárosi közgyűlés is szükségesnek látott, de amelyeket a veszélyhelyzet alatt teljhatalmával élve Karácsony Gergely főpolgármester úr lehúzott. Dr. Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője elmondta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester ahelyett, hogy Budapestet építeni, nap mint nap azért dolgozik, hogy feszültséget teremtsen a fővárosban, valamint a vidéken élők között. Ez pedig a jobboldali vezetésű kerületek megvalósítani kívánt beruházásainak ellehetetlenítésével próbálja végrehajtani. Mi egyet tehetünk a fővárosban, fővárosi polgármester kollégáimmal, illetve a fővárosi frakcióban, hogy folyamatosan igyekszünk a kormánnyal egyeztetni, és minden olyan kérdésben, amit fontosnak látunk, és mi lenne az, ha nem a budapesti utak felújítása, vagy akár a szilárd burkolatú, vagy a földutak szilárd burkolattal ellátása, kérjük a kormány segítségét, és mindig megértő fülekre találunk, le tudunk ülni, meg tudjuk beszélni, hogy mire van valóban szükség, és most is azért van ez a sajtótájékoztató, mert 8,7 milliárd forintot a kormány az eredetileg a költségvetésben szereplő 5 milliárd felett megítélt azoknak a kerületeknek, amelyeknek lehúzták a 23-ig tartó fővárosi útfelújítását. 2010 óta mindig számíthatott a kormányra a 16. kerület, csak úgy, mint az összes többi fővárosi helyhatóság egyaránt pártállástól függetlenül. Erről már Szatmári Kristóf, a budapesti útépítési program koordinációjáért felelős miniszteri biztosa beszélt. Hozzátette, a kabinet több csatornán keresztül is segíti az önkormányzatokat az utak javítása tekintetében. Nem is olyan régen volt szerencsénk arról sajtótájékoztatót tartani, hogy egyébként a budapesti útépítési program keretében már közel 350 út épült meg az elmúlt 3 évben, és közel 20 milliárd forinttal támogatta az önkormányzatokat a kormány. Támogatta úgy a kormány, és ez a mai sajtótájékoztatón talán külön fontos kiemelni, hogy pártállástól függetlenül minden olyan önkormányzat támogatást kapott a budapesti útépítési program keretéből, aki pályázott. De a kormány meghallotta azoknak is a szavát, akiket hátrányos megkülönböztetés ért itt az elmúlt időszakban, és hogy előttem hallható volt, sajnos a választókerületem és azon belül is a 16. kerületi részt egy nagyon méltánytalan döntés érte. Horváth Tamás Rákosmente polgármestere elmondta, hogy a 17. kerületben élőket nagy örömmel tölti el az a közelmúltban megjelent kormányrendelet, amely előirányozza a közel 9 milliárd forintos támogatást, hiszen ennek köszönhetően megvalósulhat a Vidor utca meghosszabbítását elősegítő fejlesztés. Évről évre egyre több autó, teherautó és kamion halad át a Pesti úton, érintve Rákosmente központját.
A beruházással, amelyhez a korábbiak során a Tarlós István által irányított főváros 1,1 milliárd forinttal, a kormány pedig további 2,1 milliárdos összeggel járul hozzá, támogatja a Cinkotalji út és a Keresztúri út összekötését, tehermentesítve ezzel a Rákoskeresztúra nehezedő forgalmat. Önkormányzatunk saját költségen megterveztette az utat, és a fővárosi költségvetésben szerepelt is ennek az útnak a megépítésére szánt összeg, de sajnos mi is úgy jártunk tavaly évben, hogy egy tolvanással kihúzták azt a sort, amin ez az összeg szerepelt, és akkor fordultunk a kormányhoz segítségért, és lámlám a segítség megérkezett, és nagyon köszönjük ezt a segítséget, hiszen mi egy olyan utat szeretnénk megépíteni, amely Rákoskeresztúr központjából veszi ki a forgalom jelentős részét, hiszen ez lakótelepen kívül fog elmenni ez az út. A tervek alapján a Vidor utca teljes hosszában megépül az új útpálya, amely 7 méter széles lesz, két oldalán stabilizált 1,25 méter széles patkával, valamint kétoldali szikkasztó árokkal. A szélesítéssel továbbá kanyarodósá épül a Vidor utca felé haladó forgalom számára. A munkálatok körülbelül 1-1,5 évet fognak majd igénybe venni.